joggal teszük föl magunknak azt a kérdést, hogy miért 2015-ben indítjuk meg a Modern Városok programját. És kedves érdiek, azért van ez így, mert 2010 és 14 között leginkább a válságkezelés volt Magyarország feladata. 2010 és 2014 között az volt a kérdés, hogy a válságkezelésen kívül, tehát hogy ne jussunk a görögök sorsára, hogy ilyen érthetően beszéljek, tehát a görög út elkerülése érdekében mozgósított erőinkből a válságkezelésen túl futja-e még egyáltalán valamire. Most egy másik korszakba léptünk, kedves érdiek, 2015 és 2020 között, megkopogom, már nem a válságkezelés, újabb és újabb válságok elhárítása lesz a feladatunk, hanem egy fejlődési program végrehajtása Magyarországon. Ezt mi a saját pártcsaládunkon belüli nyelvezetben a polgári berendezkedés programjának nevezzük. 5 év alatt évente 8 milliárd forintot látok most lehetségesnek, tehát mindösszesen 40 milliárd forintot tudunk 5 év alatt a város rendelkezésére bocsátani. Orvosolni szeretnénk azt a problémát, ez volt a polgármester úr első számú javaslata, hogy a helyi munka lehetőség szűkös. Tehát helyi munka lehetőségeket kellene teremteni, ehhez ipari parkra van szükség, ez önöknek nincs. Új elérhető területük nincsen, legalábbis a város tulajdonában, ezért abban maradtunk, hogy a kormány egy 200 hektáros ipari park terület megvásárlását végre fogja hajtani, ezt állami tulajdonba fogjuk venni, és utána pedig a város javára 99 évre ingyenes használatba fogjuk adni, annak érdekében, hogy az ipar fejlődés lehessen jövőre. Építünk egy rendőrkapitányságot, mert egy ekkora nagy városban kell lennie rendőrkapitányságnak. A bíróságot és az ügyészséget is ide fogjuk helyezni, és ehhez új épületeket fogunk megvalósítani. Itt fogjuk létrehozni a szakképzési centrumot, itt fogjuk létrehozni a KLIK, vagyis az oktatás irányítási rendszer központját, és ezen kívül megépítjük azokat az iskolákat és óvodákat, amelyek már most hiányoznak, illetve a jövő lakosság számával számolva hiányozni fognak a következő években.